is volt, nagyon-nagyon örültünk neki. Én úgy érzem, hogy ma Magyarországon, de hát bármikor régebben is NB1-be dolgozni, az egy nagyon nagy elismerés. Mióta a haladástól elköszöntek öntől, hogy telt az elmúlt időszak? Az Anya Egyesület utánpótlását vezettem, rengeteg munkám volt, a feladatom volt, egy nagyon szép dolgot építettünk le, és hát az a dolog, az megy is tovább. Úgyhogy tartalmasan. Egyértelműen gondolom, akkor a bentartása a csapatnak a cél. Így van. Van 9 mérkőzés, ezt a 9 mérkőzést ebből ki kell hozni valahogy a maximumot, és meg kell adni az esélyt arra, hogy a Dunajváros jövőre is NB1-be szerepeljen. Milyen volt az első edzés a csapattal? Én nagyon élveztem, remélem, hogy a játékosok is azt lehet látni, hogy a játékosok fogékonyak a munkára, tisztességgel csinálták, amit kértünk tőlük. Hát meg kell tanítanunk őket újra győzni, mert azt lehetett látni a mérkőzéseiken, hogy a helyzetek és a játék megvolt, most pedig a győzelmek kellene. Válogatott szünet alatt lesz idő egy kicsit összecsiszolódnia jobban a mesternek és a játékosoknak. Hogy fog telni ez a kis időszak? Annyi lesz, hogy most egy kicsit megismerjük őket, megnézzük azt, hogy mik azok a dolgok, amikben apró finomításokkal előre tudunk lépni, és hát szeretnénk hétvégén egy edzőmérkőzést játszani, hogy ott azért élesebb körülmények között is fel tudjuk mérni, hogy a játékosok között ki alkalmas, és ki nem ezeknek a dolgoknak a megoldására. Én nagyon-nagyon remélem, hogy sok játékos alkalmas.